Október 1-től, vagyis holnaptól a pénznemváltásos ügyleteknél kiegészítő tranzakciós illetéket is kell fizetni. Ha egy tranzakció különböző pénznemek közötti átváltást tartalmaz, akkor erre az általános tranzakciós illetéken felül további 45%-os illetéket kell fizetni. Fontos tudni, hogy a pluszdíjat a bankok évvégéig nem terhetik át az ügyfelekre. Érdemes felvennem babaváró hitelt? Nagyot ugrott a különböző hitelek utáni igény az év eddig eltelt időszakában, ami jelentősen élénkítheti a gazdaságot. Az ügyfelek közül azonban sokan a közelmúltban életbe lépett pénzügyi változásokról is érdeklődnek. Ezeket korábban a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be. Megemeljük a bankok által fizetett tranzakciós illeték mértékét, és a bankok devizaműveleteire valuta átváltási illetéket vetünk ki. Annak érdekében, hogy ezt ne lehessen áthárítani a családokra, 2024-ben a számlavezetési és kártyahasználati díjra egy stoppot vezetünk be, a lakossági kártyákra és a lakossági számlákra vonatkozóan. A védelmi hozzájárulás néven meghirdetett pénzügyi csomagon belül a tranzakciós illetéket augusztus elején emelte meg a kormány. Ennek megfelelően az átutalás tranzakciós díja 0,3-ről 45%-ra emelkedett, ugyanakkor a fizetendő összeg átutalásonként nem lehet több 20 000 forintnál. A készpénz felvételeknél 6%-ról 9%-ra nőtt ez a költség. Október 1-től, vagyis 2-től egy úgynevezett kiegészítő tranzakciós illetéket is bevezet a kormány. Ennek lényege, hogy mostantól a devizaműveleteknél is kell majd illetéket fizetni. Vagyis, amikor például egy bank eurót ad el, vagy vásárol, vagy egy ügyfél a forint számlájáról euróban fizet egy szolgáltatásért. Az új tranzakciós illeték mértéke 45%. A híradónak nyilatkozó elemző szerint a kormány jó döntést hozott, amikor megtiltotta a bankoknak, hogy az új terheket áthárítsa az ügyfeleikre, hiszen korábban a pénzintézetek rendre az ügyfeleikre terhelték a tranzakciós díjakat. A Nemzeti Gazdasági Minisztérium és a felügyeletként eljáró Magyar Nemzeti Bank is az elkövetkezendő hónapokban és a jövő év elején figyelni fogja azt, hogy eleget tesznek-e a bankok ennek a kötelezettségnek, nem módosítják-e az ügyfelek számára hátrányosan a bankszámla szerződéseiket, illetve jövőre csak olyan díjemelést hajtanak végre, amihez a jogszabály lehetőséget ad. A magasabb tranzakciós díj idén 85 milliárd, jövőre pedig akár 200 milliárd forintot is hozhat a költségvetésnek. A kiegészítő tranzakciós díj a számítások szerint ebben az évben 7 milliárd, 2025-ben pedig 30 milliárd forinttal gazdagíthatja az államkasszát.